Aszfaltvágó hangjától volt hangos Nyíregyházán az Orosi út egy része. Mint sok más helyen, itt is azért kellett javítani a burkolatot, mert a megfagyott víz tönkretette annak állagát. Bár ilyenkor télen csak az ideiglenes megoldásnak mondható, úgynevezett hideg keverékkel dolgoznak, ezekre is nagy szükség van, hogy a baleset veszélyes méretet öltő kátyúk eltűnjenek. A Magyar Közút szakemberei már hónapok óta javítják az aszfaltot. Novembertől a vármegye több mint 2000 kilométeres közúthálózatán eddig összesen 550 tonna hidegkeveréket dolgoztak be. Társaságunk a Magyar Közút Nonprofit ZRT az országos közúthálózat üzemeltetését és fenntartását a rendelkezésre álló erőforrások maximális kihasználása mellett végzi. Üzemeltetési és fenntartási feladatainknak azonban egy jelentős részét a burkolatkarbantartási munkák, így a kátyúzás is kiteszi. Tartós, hosszú távon fennmaradó jó minőségű kátyúzást azonban csak a nyári időszakban tudunk végezni. Ilyenkor télen úgynevezett speciális kötőanyagot tartalmazó hidegkeverékkel tudjuk ideiglenesen elhárítani a burkolaton kialakult burkolathibákat. Egész éves feladat nálunk a kátyúzás, télen, nyáron végezzük, természetesen az évszaknak és az időjárásnak megfelelő anyag és technológia alkalmazásával. Tartós útjavítások és felújítások is lesznek az idei évben Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. Idén is nagy hangsúly lesz a kis településeken és az azokat összekötő szakaszokon, amelyre a Magyar Falu program biztosítja a forrást. Az elmúlt években óriási segítséget jelentett számunkra a magyar kormány által támogatott úgynevezett Magyar Falu útfelújítási program. Ebben a programban a Magyar Közút Nonprofit ZRT is kivitelezőként vesz részt. Egy dinamikusan növekvő forrásról beszélünk, ami az elmúlt években 7 milliárd forintról indult, 2021-ben 10,5 milliárd, a tavaly évben 16 milliárd forint állt rendelkezésünkre, hogy az összekötő utakat, a mellékutakat jó minőségűvé tudjuk tenni a forgalom számára, kulturált és biztonságos lebonyolódása érdekében. Jó reménységünk van arra, hogy az idei évben ezt a dinamikusan növekvő forrást számunkra biztosítja a tulajdonos, és összeállítottunk egy éves programot, hogy mik lennének azok az utak, ahol nagy felületen kellene komolyabb beavatkozást végezni. Bízunk abban, hogy ez a program jóváhagyásra kerül, és amint az aszfaltkeverő telepek kinyitnak, aszfaltbedolgozó és aszfalttömörítő gépláncaink rendelkezésre állnak, és ha a startpisztoly eldördült, akkor beleállunk a munkába, és nagy felületű burkolatjavítási munkákat fogunk végezni. Addig is maradnak a kisebb javítások, a tél hátralévő részén még számos helyen lehet majd találkozni a Magyar Közút szakembereivel. A társaság arra kéri a járművezetőket, hogy vegyék figyelembe a figyelmeztető jelzéseket, és minden esetben óvatosan közelítsék meg a munkálatok helyszínét.